Hello, üdvözlök mindenkit! Ez egy nagy öröm számomra, hogy itt lehetek önökkel virtuálisan is. Sajnos most ez a helyzet. Kár, hogy nem tudtam meglátogatni ezt a gyönyörű Budapestet idén, de talán jövőre erre lesz lehetőség, hogyha vége lesz ennek a járványnak. És akkor közvetlenül is beszélgethetünk. Ebben az előadásban szeretném a tapasztalataimat és a gondolataimat megosztani. A tökéletes és szép posterior restaurációkkal kapcsolatos tapasztalataimat és gondolataimat. Amikor azon gondolkozom, hogy mi teszi az én posterior töméseimet szépé, disztális anatómia kialakítása, disztobukális, meziobukális csücsök, meziopalatinális csücsök. Azon napon, amikor ezt a tömést készítettem, az pár héttel azután történt, hogy láttam egy előadást Viktor Sherbakovtól, a egyik legnagyobb kompozitmestertől, aki nagyon gyönyörű fotókkal illusztrálta, hogy hogyan kell kialakítani a realisztikus okozás anatómiát. Ez az eset is egy lehetőség volt arra, hogy gyakorlatban alkalmazzam a hallottakat, látottakat. Kombináltam egy kicsit azt, amit a Viktor tanított, illetve azt, amihez én szoktam hozzá a munkám során. Body shade-et, body árnyalatot hoztam a központi területre is. A szekunder anatómia kialakításához egészen fehér árnyalatot alkalmaztam. És ez egész egy ilyen természetesebb, kontrasztosabb hatást kelt a végén. 15 perc munka után látható az eredmény. 10 perc alatt gyakorlatilag minden csücsköt meg tudtam modellezni. Ezzel a fehér kompozittal kialakítottam a csücsköket, csücsök lejtőket. Ez egészen sok időnek számít. 3 perc telt el a oxigeninhibíciós réteg elávítására, illetve 3 perc a barázdafestésre, 7 perc alatt políroztam. Az okluzális anatómia egészen jól sikerült. Nagyon elégedett voltam az eredménnyel. And I still spend like 20 minutes for adjustments. 20 percet töltöttem körülbelül a polírozással, finírozással. Az okluzális anatómia egészen jó lett. Én óvatosan állítottam be az okluziót, de nem kellett szerencsére nagyon sokat eltávolítanom, mivel óvatosan végeztem a felépítést is. Páciens kényelmesnek érezte a végén, és ez a végeredmény látható. A tömést políroztam, minden helyén van, anatómia, fisszúrák, egészen elégedett vagyok az eredménnyel, de 1 óra 24 percet